Az ide látogató vendégek csak nem 100%-a javasolná Hajdúszoboszlót, mint üdülőhelyet a barátainak, és csak nem 100% azoknak az aránya is, akik tervezik, hogy újra eljönnek városunkba. Ez derült ki egy nemrégiben készített felmérésből. Vendégelégedettségi kérdőívet nyáron és decemberben is készített a TDM. A legfrissebb eredményekről Kabály Zsolt számolt be. A TDM által készített kérdőívből kiderült, hogy a Hajdúszoboszlóra érkező turisták 20%-a egy évben csak egyszer utazik, 20% kétszer, de szintén 20% azoknak az aránya, akik több mint 4 alkalommal utaznak évente. Ugye nagyon fontos az is, hogy mi célból keresi meg a várost, mi az, ami motiválja. Hát nálunk ugye az üdülés az nagyon nagy százalékkal vezetett, és a wellness programok említhetőek még itt meg. Ez is egy érdekes kérdés volt, hogy az utazások során mennyire érdeklődik a felsoroltak iránt. Ezt most nem fogom felsorolni, csak a kiemelkedőket, és ugye itt Szoboszlóra kell vetíteni azért ezeket a dolgokat, úgyhogy a vízparti pihenés mindenféleképpen, a kulturális programok, gyógytermálfürdő és a gasztronómiai terület, ami érdekli a vendégeket, általánosságban is, de kifejezetten Hajdúszoboszlóra vonatkoztatva. Fontos a turizmusban dolgozók számára, hogy az utazás tervezésénél honnan gyűjtik az információkat a vendégek, erre is rákérdeztek a kérdőívben. Itt abszolút első helyezett a turisztikai weboldalunk, illetve a szolgáltatóknak az oldalai, tehát ez látható, hogy az online felület az viszi a prímet. Saját korábbi tapasztalatok és a barátok, rokonok ajánlása ez még, ami nagyon fontos. És hát utána következnek prospektusok, Turinform irodahálózat, egyéb média, utazási iroda, és a legutolsó helyen van az utazási vásárok és kiállítások, ahonnan az információkat gyűjtik. Úgyhogy természetesen ezeket az információkat gyűjtjük, és felhasználjuk a marketing tevékenységnél, hiszen azokon a felületeken jelenünk meg aktívabban, ahonnan az információkat szerzik az üdülők. Ez is egy fontos kérdés, hogy mi alapján választ, milyen sorrendbe állítja, és a fürdőzési lehetőség első helyre került most decemberben, az ár elé került, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hiszen a nyári, illetve az év eddigi időszakában az ár volt a legfontosabb meghatározó tényező. Itt most már a fürdőzés, ár, a nyugodt, kellemes környezet és település még, amik a dobogóra felkerültek ezen a kérdésnél. Azt is vizsgáljuk, ugye, hogy honnan érkeznek a vendégek, hogyha voltak nálunk. Itt Budapest és Pest megye vezet, tehát majdnem 30% a válaszadóknak erről a területről érkezett. Szabolcs, Szatmár, Borsod, ami még itt a dobogón van. De voltak, ha már magyar kérdőívről van szó, de többen kitöltötték Romániából, Szlovákiából is, tehát látszik az, hogy a külföldi piac és a külföldről érkező vendégek is figyelnek minket. A kérdőívből az is kiderült, hogy az autóval érkező vendégek mellett sokan jönnek vonattal Hajdúszoboszlóra, és sok a visszatérő vendég is a városban. Több mint 25% a vendégeknek azt jelölte be, hogy több alkalommal, sőt 57%-a rendszeresen visszatérő vendég választ adott, úgyhogy ez nagyon örvendetes. Aztán egy hasonló kérdés már volt, hogy magáról Hajdúszoboszlóról honnan tájékozódnak. Tehát a korábbi kérdés az általános információszerzés utazás előtt, de Hajdúszoboszlóról nagyon vezet a város hivatalos weboldala, és ezt követően pedig az ismerősök ajánlása következik a sorban, illetve az internet, csak más oldalakról gyűjtenek még városunkról információt. Hogy kikkel jön üdülni, ez is úgy gondolom, hogy nem meglepetés, házastársal vagy élettársal, ez több mint a 40%-os válaszadási eredményt hozta, és család a másik ugyanekkora nagy volumenű válasz. A fennmaradók ugye egyedül barátokkal érkeznek, munkatársakkal hozzánk. A válaszadók többsége a fürdőszolgáltatásai miatt keresi fel a várost. Az akvapalasz élvényfürdő, wellness hétvége és az egyéb válaszok között nagyon-nagyon sokszor a gyógyászati kezeléseket, tehát a gyógyturizmust jelölték még meg célként. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy egy itt tartózkodás alatt milyen nevezetességet látogatnak meg, milyen programokon vesznek részt a turisták. Itt, amit mondanom kell, ugye a fürdő szolgáltatásain kívül,
a Bocskai Múzeumot, a Arangházunkat, a Szoboszlói Tájházat, a három templomunkat, és a termelői piacot is sokan látogatják, úgyhogy ezek a nagyon sok felsorolt lehetőség mellett ezek a legkiemelkedőbbek, amit a legtöbben megtekintenek. Érdekes a szálláshely típus szerinti eloszlása a vendégeinknek. Ugye a legnagyobb része a szállodákat választja, vagy választotta, hogy hét Hajdúszoboszlón megszállt. Ezután következik a magánszálláshely szektor, és a panziók következnek. A fennmaradó rész az pedig nagyon pici részarányt képvisel. Örvendetes az, hogy az általánosan feltett kérdésként az elégedett volt a szálláshely által nyújtott szolgáltatásokkal. A nagyon elégedett válaszra több mint 82% válasz érkezett, a részben elégedettre 16, és minimális volt, aki nem volt megelégedve a szálláshelyjel. A tartózkodási időt vizsgáltuk. Itt ugye az egynapos tartózkodás nem jellemző a városunkra, ide minimális válaszadás volt, a 2-5 nap közötti tartózkodás, és az 1 hét az, ami a legtöbb választ kapta, a legtöbben ezt jelölték be, de 18%-a több mint egy hetes tartózkodást jelölt meg. Arra is kíváncsiak voltunk, lehet látni sok minden mellett, hogy a Hajdúszoboszlón tartózkodó vendégek hol étkeznek. És ugye, mivel magas az aránya a szállodában résztvevőknek, ugye a szálláshelynek az éttermében több mint 50%, étteremben, vendéglőben a második helyen olyan 30%-os válaszadással, és önellátó még az, ami nagyobb arányban bejelölésre került. A megkérdezett vendégek jelentős többsége nagyon elégedett volt a város tisztaságával, Hajdúszoboszlóval, mint üdülőhelyjel és a vendéglátóikkal is, de a parkolási lehetőségekről nem voltak ilyen jó véleménnyel a válaszadók. 38% volt a nagyon elégedett, és ugyanennyi a részben elégedett, és itt voltak elégedetlenek is. A legfontosabb kérdésre azonban, hogy ajánlanák-e másoknak is Hajdúszoboszlót, szinte mindenki igennel válaszolt. Az egyik kérdésünk az volt, hogy javasolná a barátoknak, ismerősöknek, hogy Hajdúszoboszlóra érkezzenek, és 99,7%-a a kérdőív kitöltőinek az igent jelölte be. Nagyon jó hír az is, hogy a vendégek szintén több mint 99%-a tervezi, hogy visszatér Hajdúszoboszlóra. Úgy gondolom, hogy ezek szép adatok, főleg egy decemberi időszakban a városunkra vetítve, és bízok benne, hogy ezekből az adatokból, információkból nagyon sok szállásadó és turisztikai szolgáltató tud továbbfejleszteni és ötleteket meríteni. A hajdúszoboszlói turizmus fenntarthatósága miatt nekünk nagyon figyelnünk kell, hogy a piac hogyan mozog, hogyan változik, mert azt lehet látni, hogy nagyon gyorsan és folyamatos változásban van. Ismernünk kell a vendégigényeket, olyan további termékfejlesztésre van szükség, ami a piacon megállja a helyét, és ehhez próbálunk a szolgáltatóknak is információt nyújtani, illetve saját magunk számára, tehát a turisztikai tájékoztatás szempontjából, illetve a saját szolgáltatásaink bővítése miatt. Ezek úgy gondolom, hogy nagyon fontos információk, úgyhogy mindenki, aki a városban a turizmushoz kapcsolódik és érintett, szerintem ezekből az adatokból a következő időszakra is tud meríteni ötleteket, vagy pedig az eddigi stratégiáját meg tudja nézni, hogy helyt állnak-e ezek az adatok. Úgyhogy mi ezt folyamatosan végezzük, és a kollégáknak negyedéves vagy féléves bontásban továbbítjuk is.